A konferencia áhítattal kezdődött. Az igét dr. Békefirőri Claudia református lelkipásztor hirdette, aki elmondta, hogy a husvétot megelőző események nem véletlenszerűek, hanem Isten akarata szerint történtek. A találkozó egyik vezérgondolata, a reformáció jövője, a jövő reformációja volt. Erről dr. Békefi Lajos, református lelkipásztor, szociáletikus szólt. A reformáció örökségéről, mint sokra kötelező múltról és sokra hívó jövőről beszélt. Az elmúlt 500 évnek a legfontosabb szellemi-lelki hozadékairól, illetőleg arról a 21. századi kihívásról, aminek napjainkban vagyunk tanúi, hiszen a kereszténységnek a hangsúlya úgy tűnik Európából áttevődik a valamikori úgynevezett harmadik világ országaira, hiszen ezért is nevezték el a mostani egyházi mozgásokat a harmadik egyház korszakának, főként Kínában, Afrikában és Latin Amerikában érezzük ezeknek a protestáns és katolikus országoknak a megújulását. Kiért vagy miért vállalhat felelősséget egy presbiter a református jövő építésének érdekében? Nagyon jó gondolatnak tartom Békefi nagy úr előadásában, hogy rendezzünk olyan családi összejöveteleket, amik egy egész hétvégét esetleg igénybe vehetnek, de az a lényeg, hogy ne legyen csak bizonyos korosztályokra korlátozva a részvétel. A konferencián szó volt a Krisztus követő nők szerepéről is a Reformáció korában és napjainkban, ami ugyancsak időszerű témának bizonyult. Az eseményt nagy érdeklődés övezte. Nekünk itt reménységet kell valahol táplálni a református népünkbe, és az előadás is ilyen szinten adott nekünk segítséget. Tehát a reménység nem szégyenít meg a római levél alapján, azt hiszem, hogy világosan kidomorodott az egész előadásból. A konferencia az előadások megbeszélésével, valamint gyülekezeti beszámolókkal zárult.